Teljesen megsemmisült az udvariban található háztető szerkezete, miután néhány napja lángok csaptak fel az épületben. Az ingatlanban egy 40-es éveiben járó férfi lakott egyedül. Az egyik szomszéd azt mondja, a tűz éjszaka keletkezett, a lángok pedig rémisztően nagyok voltak. Egyszer éjszaka csak fölébredtünk, nem is ébren is voltam, de a lányom. Ugye itt elő még nincsen kicserélve az ablakok, és ő itt alszik, és behallatszott, ahogy pattognak a cserepek. A szomszéd lány ekkor az utcára szaladt, ahol meglátta, hogy a férfi háza hatalmas lángokkal ég. Az ingatlanban már régen kikötötték a gázt és az áramot is, emiatt pedig gyertyával világított az ott lakó áldozat. A helyiek úgy emlékeznek, ő súlyos égési sérüléseket szenvedett. Én látni nem láttam, azt mondják, hogy szabályosan ráégett az ing. Hát égési sérülésekkel nyilván. A katasztrófa védelem szóvivője azt mondja, két tűzoltó autó érkezett a helyszíre, azokkal tudták csak a lángokat megfékezni. Az eset során pedig egy gázpalack is felrobbant. A házlakóját a szomszédok segítették ki az épületből. Az épületben található 12 kg-os PB gázpalack is felrobbant. Két vízsugárral oltották el a keletkezett lángokat a tornamegyei tűzoltók. Hogy a megégett férfi most milyen állapotban van, azt nem lehet tudni. Információink szerint Pécsen kezelik.